Kivételesen lehetőséget kaptunk a tankerülettől, hogy az iskola területén forgathassunk. Az intézmény vezetőt kérdezem, milyen program adja az apropót? Idén 2022-ben 50 éves a, Lenti Vörös Marti Mihály Általános Iskola jubileumi éves számunkra, és szeptembertől kezdődően egész tanév végéig húzódnak a jubileumi programjaink. A központi részét ezeknek a programoknak az ezen a héten hétfőn megnyitott, mögöttem látható kiállítás indította. Ezt követik számtalan versenyek, vetélkedők a gyerekek számára. Lenti-lenti város körzetében, illetve még egerszegi iskolák is jelentkeztek a versenyeinkre. Magyarul a tankerület iskoláinak is hirdettük ezeket a versenyeket, és csütörtökön elsején a Vörösmarty napokon hagyományosan egy közös megnyitóval emlékezünk a Névadóra illetve arra, hogy az iskolánk az 50. születésnapját ünnepli. Milyen programok várnak még a gyerekekre a jubileumi év kapcsán? A jubileumi év kezdetén szeptemberben egy különös dolgot létesítettünk az intézmény körül, elültettük 16 osztályunkkal és a nevelőtestület is a gyümölcsös kertünket, a Vörösmarty tündérkertet létrehoztuk. Októberben a Kanizsai Orf együttes koncertjét hallgathattuk meg közösen, nagy nagy örömünkre, és a programjaink természetesen folytatódnak a kiállításon keresztül egészen a december hónap központi programjáig, a karácsonyi vásárunkig. A karácsonyi vásárt három nap szervezzük, a gyerekekkel nagyon készülünk, karácsonyi diszeket, karácsonyi ételeket fogunk bemutatni, a szülőket nagyon várjuk, és a vendégeinket is várjuk. Folytatódnak programjaink, januárban emlékplakettet, emlékérmet adunk ki a gyerekeinknek, aztán februárban 50 év divatját vonultatjuk majd föl a kifutón, reményeink szerint márciusban is folytatódnak programjaink, miért ilyen ez a gyerek, pszichológus előadását szervezzük szülőknek, és mondhatnám tovább, nagyon-nagyon sok olyan programot és dolgot tervezünk, ami az 50 évet méltón segít megünnepelni. Például elektronikus formában adjuk ki majd kötetünket, illetve az iskolatörténeti kiadványunkat is. Lesz generációs találkozó, az 1972-ben végzetteket hívjuk, és nagyon nagy szeretettel tudtuk összehozni. Nyugdíjas klubunkat is, ami novemberben alakult meg ebben az évben, 39 nyugdíjas kollega intézményi dolgozó részvételével ők is segítik a munkánkat. Hát ennyit a programokról, ami millió apró részletből áll, és még nagyon sok egyéb programból, és reméljük, hogy mindenkinek a tetszését elnyeri.